Sziasztok, én Lucky vagyok, és amint látjátok ma, amint mondtam az Age of Ulinos videóban, mert én kettőzni fogunk, ez valószínűleg csak ilyen egyszerű videó lesz, tehát nem kell megijedni, nem lesz a csatornán sok metin, hiszen nem szeretjük annyira. Szóval, metin 2, mit kell erről a játékról tudni, aki eddig mondjuk egy kő alatt élt és nem tudja, hogy mi ez? Ez egy ilyen MMO RPG játék, amit látjátok, én már level 7-es vagyok, egy isten császár vagyok igazából. És ne is kelteljünk tovább, szerintem vágjunk bele a játék közepébe. Van nekem egy ilyen, hogy 7. megbízás lezárva, igen, megöltem azt hiszem 10 darab éhes vaddisznót, vagy mi. Na, ezek a küldetések vannak most éppen, ez egy további szívességet megnézem, hiszen ez még nem tudom, hogy mi lehet ez. Ugye keres engem a Kovács, és hogy ő valakit keres, aki elintéz számára egy küldönc utat. Aha. Viszont én ezeket a vadkutyákat meg akarom ön. Jaj. Ennyit értek, szar csimbok. Na, mindjárt 65%-on vagyok, mindjárt 8-as szintű leszek, basszus. Amúgy ilyenkor, amikor bemegyek a városba, ilyenkor valamiért nagyon elkezd laggolni a játék, és nem az, hogy nagyon, hanem így itt olyan párszor megakadt, majd mindjárt meglátjátok szerintem. Aha, most meg volt egyszer, hogy oda kell mennünk oda szembe az a házhoz, a Kovácshoz. Vagy oda? Na most látom, hogy ott van a Kovács, vagy ott van a Kovács. De szerintem ott van a Kovács. Tipp, nem tudom. Amit a térképen látjátok, elég sok helyen villog ez a cucc. Van egy olyan küldetésem, hogy át kell mennem egy teljesen új birodalomba, de hát az kurva messze van, én azt még nem vállalom. Hát ha lesz lovam, azzal valamilyen gyorsabban tudok közlekedni. Ugye, amit láttátok, itt rohadt csak ilyen kirakott, ilyen boltféleség volt. És igazából olyanokat is lehet csinálni, ugye így eladott vitamin pénzért, ugye youngér a cuccaidat. Halász valahol a folyónál van, ha elviszem neki a horgot, akkor fegyverzeted egy részét ingyen fogom megnemesíteni. Ez egy fair üzlet, nem igaz? De nagyon fair. Jó, akkor melyik lehet az? Talán az, az nem. Telpaci! Várjál. Keresünk el akkor a... Meg kell keresünk akkor a horgászt. Azt mondta a Kovács, hogy valahol a folyó mentén, hát ez nagy információ. Mert hát itt végig megy a folyó, ugye? Na mindegy. Akkor próbáljunk itt körbe menni a folyónál, és hát megtaláljuk, vagy... Ezt most nem értem, mit akar. Mert a térképen most nem jel az új embert, hogy... kit kéne kerestem. Jó, ott vagyok. Hát ez egy vegyes kereskedő, az a fegyverzet kereskedő, az a gajzé. Szóval három villog, de egy is van horgász. Hát én most nem állok neki megkeresni a horgászt. Ez nagyon nem értem ezt a küldetést, egy új illat, oké? A pésmolaj nélkül nem tudom elkészíteni az új illatot. Engedd, hogy a forgó érme vezessen, és hozz nekem még egy példát. Milyen forgó érme? Miről beszélsz, ember? Nincs semmi forgó érmém. Tárgypiacraktár. Nincs semmiféle forgóim, ne basszál fel. És egyszerűen nem tudom megcsinálni ezt a küldetést, mert nem tudom milyen forgóérméről beszél. Na mindegy, hagyjuk. Akkor Kovácsnak kéne azt segíteni, hogy megkeressük neki a biszembaszom horgászt. De hát én nekem meg ötletem sincs, hogy hol lehet. A lánya mi ez? Ez nem megfelelő bíró. Ja igen, most kéne átmennem. Keresd a halászt. Keresd meg a halászt a folyónál, és vidd el neki. Hát jó, akkor... akkor megyek, aztán keresek embereket a folyó mentén, és valószínűleg nem fog találni. De előtte meggyilkolok két farkost. Vannak ilyen küldetések, amikor szintet lépsz, hogy egy adott állatfajt kell legyilkolnod, pár darabot, mit tudom én, 10-től 15, mert ilyen szintől is függ, hogy mit tudom én, ha már
20-as szinten leszel, akkor persze nem 5-öt kell megölni, hanem itt 30-at az adott állatból. De nekem még ami maximum volt, az 10 darab éhes volt biztos, tehát. Ja, a játék nagyon könnyű, legalábbis így úgy értem egyszerű, nem úgy mint az Age of Fallen, az ilyen kicsit ilyen fura volt, ilyen, tehát nem értettem teljesen a dolgokat, hogy mi történik meg, hogy miért. De attól függetlenül ez a játék, ugye én régen nagyon sokat netineztem. Mit tudom én, 7-es, 8-as, hát inkább 7-es koromban. És azért valami megmaradt, de annyira fura most is az egész. Meg ugye én ezeket az MMORPG-ket nem nagyon szeretem. Tehát soha nem szerettem az MMO-kat. Viszont nagyon sokan mondtátok, hogy próbáljam ki a metint is. Hát akkor kipróbáljuk a metint is, ezen nem újjam. Egy videó most nem vág föl senkit. Tök jó ölni ezeket az állatokat. És amit látjátok, a állatok dobhatnak vitt, hogy farkaskarom, oké? Meg jangokat is dobnak, ugye ez a jang a fizető eszköz a metinben. A metin világában. Na várjál, hol a folyó? Ott a folyó. Vagy hol a folyó? Várjál, hol vagy? Nem, itt a folyó. De most és nem fogok végigmenni a folyó mentén, hogy keressek egy hülye horgászt. Ezt és nem gondolja komolyan. Ennyit értek. Amit látjátok, ide már a 1-es, 2-es, illetve 3-as gyors gombokra már tettem ilyen képességeket. Az egyik egy ilyen forgókard, amit most demonstrálok nektek, ha már láttatok, ha már láttátok ebben a videóban. Tehát ez a forgókard. Tök menő, szerintem nagyon szveg. Illetve van ez a kard mámora vagy mi, így beizélődik, és így gondolom nagyobb lesz a sebzése, vagy valami ilyesmire gondolok. Persze nem sima vadkutyákon kéne ezt tesztelni, hanem itt olyan valami erősebb ellenfelem. Hát most itt adjuk, itt olyan éhes alfa farkas, gyorsan még nem járt le. Van vel biztos elősebb. Szegény kutya. Oké. Jó, illetve a harmadik az egy ilyen háromirányú vágás. Na nézzük ezt meg, mi ez. És várjál, most menj, na. Távoljatok már, na most. Aha, szóval így hármat gyorsan üt. Ja. Vörös ital, kicsi. Ja igen, és láthatjátok, van sok ilyen italom. Ez igazából annak köszönhető, volt egy jófej gyerek, aki csak úgy adott nekem teljesen ingyen ilyen italokat, meg ő adta a ruhámat is, meg az első kardomat is, és rohadt jó fej volt. Amúgy nem ismertem, meg ő sem ismert engem, tehát egyszerűen jó fej volt a gyerek. Mihez léptem egy ilyen, hát ilyen tapasztalat negyedet, ezért tudok egy ilyen ebbe a na, képességeket így ugye plusz egy ponttal növelni, meg ilyenek, szóval a TP, az MP, a támadás, illetve a védekezés. Ja. Oké, akkor mi kell nekünk most? Ugye, hát sajnos azt a horgászos küldetést én most nem tudom megcsinálni, mert most nem fogok videóba végigmenni itt a izén, folyón. A lánya esküvője. Meg kéne néznem a lovásznál, hogy hányos szintől lehet venni lovat. Mert jó lenne egy ló, hogy gyorsabban tudjak közlekedni, ugye. Azt hiszem ott van a lovász, igen. Lovász inas. Aha. Ki ez az Uriel? Valaki beszélt egyszer erről az Uriel gyerekről. Téged hívnak tudósnak? Oxo esélybe zárnak. Jó, hagyja még. Ez egy pedofil. Na nézzük, lovas inas. Lovász inas. Lovas inas. Na nézzük. Szeretnék megülni egy hátast. Hétteló, hát tényleg? Tudod, hogy manapság a vadállatok is meg tudjuk szelídíteni? Tovább. Egy megszelídett vadállat harcra a tanításhoz feltétlenül szükségedei. Aha.
De én lovat szeretnék valami. Fejleszteni a hát. Szeretnék lovagolni. Hogy lovagolni tudja, 25 szintet el kell érned. Azt a mocskos. Szemetek. 25 szint. Hát az nem mostanában lesz, van egy olyan érzésem. De nem tudja, ez csak úgy gondolom. Szóval, küldetése! Egy új illat, hát az tényleg nem tudom milyen biszem baszom ő forgóérme vezessen. Lánya esküvőjén. Jinó birodalom, Bakra területére kell menned. Nem, mindegy, hagyjuk, inkább ölök egy-két állatot és felfejlődök 8-as szintre, és akkor valószínűleg kapok újabb küldetéseket, és ezeket majd később meg fogom csinálni, csak most nem akarlak ilyenekkel untatni titeket. Amúgy a játék letöltési, illetve regisztrálási linkjét a leírás legfelső sorában megtaláljátok. Szóval még keresgélnetek sem kell. Igazából nagyon sokan játszanak még mindig ezzel a metinnel. Én azt hittem, hogy amikor mit tudom én olyan, hát mit tudom, ja, hetedikben játszottam vele körülbelül, akkor menő volt, és akkor így, és akkor mit tudom én, mára azt hittem, hogy a metin 2 az már rég szinte nincs is, meg ilyenek. De pozitívan csalódtam, hiszen még nagyon sokan játszanak. Szóval ez tök jó, hogy még mindig él ez a játék. Vaddisznaj! Öljünket ki egy vaddisznajt. Ha, ja, hu, sia. Ezek már nem ellenfelek, az a baj. Tehát ezek ennyitől meghaltak, és nekem a HP-mat, vagyis a TP-men egyáltalán nem vitték le. Az meg mi a katamanni... Csata metinje. Aha. Megütöm ezt is. És így hát, ha többen megtámadnak, ja. Jó, oké, a jangot azt összegyűjtjük, mert hiszen ugye pénzből sosem elég. Tényleg mennyi jangom van? Ezt nem tudom. 13 000 jang, azt a mindenségét. Azért nem semmi. Sia, ha, hu, sia, ha, sia. Amúgy nem tudom, hogy feltűnted, de harcos vagyok. Nem sámán. Meg mi van még? Harcos, sámán, cigány, nem olyan nincs. Na mindegy, nem tudom még milyenek vannak. Nem vagyok egy... Jaj, az a likasz, az valami nagyon erős csicska, nem? Ezt, azt nagy évbe ki kell kerülni. Ha jól emlékszem. Nem biztos, lehet, hogy egy gyenge kis poprafingó, de inkább nem kockáztatok, hogy meghalljak. Igaz, hogy ha meghalok, akkor nem történik semmi, csak várnom kell 10 másodpercet, hogy respawnoljak. Ennyit értek, ennyit értek! Jaj. Ja, bat, nem is akarta megtámadni, meghalok, 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 esküszöm, meghalok, 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 bazd meg! Ez a likasz, geci. Level 30. Anyád, újraindít itt. 3, 2, 1, most. Jó, de úgy látom, nem támad meg. Ami jó. Vagyis ezek megtámadtak, ezek az alfa szürke. Ezek a megtámadtak, jó van. Mindegy, benyomok egy ilyen életerő potit. És most ezek komolyan támadnak, és ezeket megütöm utána, amilyen a likas. Jelikas. Nem mindegy. Csak nem. Mi? Alf. Átkozott alfa szürf. Ja, én azt hittem, ezek sima szürke farkasok. Hát beszarok, te jó Isten. Na jó, van, ígyunk egy kis potit. És öljünk olyan ellenfeleket, akik ellen van esélyünk. Légy szíves, Luckály, ne legyél buta. Rakok ide ilyen pici potit is. Jó, na. Például titeket. Gyertek ide! Wappa! Ennyit értek, kis csicska. Hogy a játéknak a zenéje, ami írtó jó.
Na, igaz, hogy mit tudom, 2 percenként ismétlődik, de nekem nagyon tetszik, ilyen, nem tudom, ilyen feldobja a hangulatot. De ugye most le kellett mutolnom a zenét, hogy véletlenül se tiltsa le a YouTube, szóval nem kockáztatok. Ne, fehér tigris, ne, már, a rohadt anyádat, hülye fehér tigris, mi a szarnak jössz ide? De mindegy, attól függetlenül fejlődtem egy szint. Jaj, és bazeg fehér tigris, ne, hogy megtámadj, mert szájba leszel rúgdosva. Na, jó, oké. Ebből a videóban még csak pár szó hallottam meg, jó van, nagyon menő vagy. Na, képességfejlesztés, mit fejlesztek? Kardaóráját, forgókardot vagy 3 irányú vágást? A forgókor szerintem a legjobb dolog, szóval inkább azt fejlesztem. Na, 8. megbízás. Éhes vaddisznó 20 vagy éhes alfa kékfarkas 10. Legyen éhes alfa kékfarkas 10. Éhes alfa kékfarkas. Szóval, oké, ugye látjátok, ott van alfa kék farkas, az nem jó, mert nem éhes. Éhes szürke farkas, az nem jó, mert nem alfa kék farkas. Éhes alfa kék farkas kell keresnem ahhoz. Éhes alfa szürke farkas. Anyátokat. Ahhoz, hogy meg tudjam csinálni ezt a megbízást. Ugye ezekért a megbízásokért jó sok XP-t kapsz, meg ilyen hasonló a cukiságokat. Ezt meg tudom ölni? Ja, meg tudom, jó van. Azt hiszem. Ja, meg tudom lenni őket. Jó van, zsír. Medvéket is tudok már ölni. Éhes vaddisznaj. Éhes alfa kék farkas. Passzátok meg, persze, hogy olyan nincs amúgy sehol. Alfa kék farkas van, de az nem éhes. Az most ebédelt. Az mi a rákot? Lion. Lion. Ha? Éhes kék farkas, az meg nem alfa, hát nem hiszem el. Éhes alfa farkas. Ki akar baszni vele az játék? Lehet, hogy éhes vadiszóból kellett volna lenni, mit tudom én, 20-at. Éhes alfa kék farkas. Éhes alfa farkas. Éhes vadkutya. Farkas. Éhes farkas. Hát én beszarok, komolyan mondom, miért nincs éhes alfa farkas? Na várj, ja, az egy C betű, küldetés betű, éhes alfa kék farkas. Ahogy azokon a helyeken van. Aha, én most hol a picsába vagyok? Ott vagy, hát akkor elvileg itt vannak mellettem. Itt, pont ezen a helyen. De ez éhes kék farkas. Éhes alfa kék farkas! Yeah! Na, találtunk 3 éhes alfa kék farkast. Na, már csak 7 kell. Hú, sia! Ha, ha! Wow. Fingani nem tudnak. Meg is haltam. Jó, oké. Akkor ebből a fajtából kell nekem még pár darab. Pontosan 7, ugye? Mert 10-et kell ölnöm. Ja, még 7. Viszont csöngettek, basszony. Na szóval, még 7 darab ilyen farkas kell nekünk, de éhes alfa kék farkas, el sem hiszem. Mi a rák ez itt? Oltárőr. Az oltári. Hú, siá! Ha, ha, hú, siá! Level 8. Grizzly medvét még nem tudok ölni, mi? De éhes medvét már tudok? Ennyit értek, ennyit értek, ennyit értek, ennyit értek. Csokoládé? Éhes vörös vaddisznó. Jaj, hát ez elég mellében. Tökre szeretem szopani szegényeket, de tök jó, hogy már tudok ilyeneket is jönni, amikor belétel első szinten voltam, és akkor mit tudom, megütöttem egy vadkutyát, a vadkutyák megöltek, szóval a legarapabb ellenfelek, na ott vannak a vadkutyák, most nézzük meg, mennyi idő alatt ölöm meg őket.
pici vadkutyákat. Gyertek. Hát, jó, te... szerintem magáért beszél. És szerintem ez a kisebb fajta videó ennyi lett volna. Igazából ha szeretnétek még a jövőben ilyen szösszereteket, akkor nyugodtan írjátok meg kommentárjeszbe, jelezzétek egy lájkkal vagy ilyesmivel. És akkor tényleg legközelebb is találkozunk. Én a Lucky voltam. Já, köszönöm, csak megölöm ezeket a köcsögöket. Sziasztok!